Szia, köszöntelek a csatornámon, nem otthon vagyok, hanem az Ursa valamin egy főzőiskolába, az én igazi séfek séfém, séfemnél, a Blankánál, és ő megtanít engem makaront készíteni. Szia! Ő a kisfia a Blankának. Most ott tartunk, hogy mérjük ki a hozzávalókat, még a tojást is gramra méri a Blanka. És akkor... Igen, Ursa, micsoda? Ursa Major. Ursa Major, ami azt jelenti, hogy... Nagy medve, csillag. Nagy medve, tehát már a Blanka maga a csillag. Nincs szükség a csillagra. Most kimértünk már, 50 gram tojást most mérnek, ez pedig a 60 gram mandulaliszt, 33 gram cukor, és 90 gram porcukor. Ez hogy van? Ez Blanka, ez hogy van, hogy 33 gram kácukor? A kristálycukor, az itt van külön. Ja, tehát akkor kezdjük előről. 50 gram tojás, 60 gram mandulaliszt, 33 gram kristálycukor, 90 gram porcukor. És a festék. És a festék. Ami nem lehetne céklali? Látsunk a Blankánk egy csomó pénzt közelben ezért a receptért, hogyha te most ezt így kilújt az internetre, akkor jaj, de hogy is, hát! Jó, ennyi elég is. Nem csöpöttek még egyet. Keverd össze. Nem csöpöttettem még egyet. De nézd meg, milyen szép kék lesz már így is. Utána... Ez egy volt csak? Igen. Egy csöppéten festék. Ez egy erősséggel festék. És egyébként... És addig keverjem, ameddig teljesen nem kék lesz. Igen. Igen. Én szoktam mondani, ugye szokták kérdezni a tanfolyamon, hogy hát természetes ételfestékkel lehet-e ugye dolgozni. És akkor szoktam mondani, hogy persze lehet, hogy különböző porokkal, céklaporral, mindenképpen porállagú legyen. Viszont szerintem több fölösleges, hogyha 25-be kerül 140 gram porcukor, vagy cukor, akkor aztán a ételfesték, vagy mi 105, mi az, nem? 120, bocsánat, akkor az ételfesték, azt szerintem már éves mindig. Nyilván, hogyha szoktam mondani, hogyha az ember versenyre készül, akkor addig szitálja és darabolja, amíg tényleg szép nem lesz. De ugye az nagyon sok idő is lehet. Fogom. Szűrő. Hát szűrő vagy cita, ki minek mondja. Látjátok? Tehát fönnmaradnak ilyen darabok, és ez, hogyha nem szitáljuk át, akkor amikor a habzsákba töltjük, akkor ilyen egészen... Kidurantja a habzsákat. Hát igen, meg beragad, meg mit tudom én. Kidurantja a habzsákot. Tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy átnyomod-e. És aztán át is nyomom. Már kidurantatta a habzsákot. Még nem durantatta ki. Miért ott vannak lukok? A habzsákkal. Igen, tehát belállítottad egy 3 deciliter pohárba. Egy IKEA 120 forintosba. De lehet, hogy akciócsancsnak 100. Igyekszünk lehetőleg minél mindent kikaparni. Igen. Na, most lesz az izgé. Igen? Nem gyömözkéljük a habzsákot már össze-vissza, mert az is keverésnek számít. Vágunk rá egy fél centi teljesen egyenes lyukat. Mennyit fél centi? És amikor ilyenkor nyomunk, akkor fontos, hogy lehessen látni. Fontos, hogy derékszöget zárjon be a sütőpapírunk, a tepsink a habzsákkal. És igen, amikor nyomjuk, szinte érjen hozzá, tehát nem fölülről, nem így. Én úgy szoktam. Nem össze-vissza, mert akkor sok levegő kerül, de nem csinálom unikornis kakikat. Tehát így egyenesen föntről, középen, és szinte hozzáér. Nyomjuk. Igen, és amikor odaér, akkor csinálunk. Bocsánat, ezt most így megmutatom. Igen. Nyomjuk. Okay. És innentől kezdve ezt átadom neked. Le kell nyomod a lejjebb, igen. Ja.
kérdése van, mint neked, és annyi szokott lenni, úgyhogy így meg. Most akkor ez kettő tepsi. Kettő. Na most! Még egyszer, megijesztesz? Még egyszer? És ott vannak a kicsik e-buborékok. Én is csinálhatom. És az engem. Tehát akkor most kivettük, és akkor semmi szín alatt nem nyúlunk hozzá, hanem megvárjuk. Ami kihűl. Rendben. Ami kihűl. Készítettünk egy ganáskrémet, azzal megtöltöttük, és itt van a csodálatos kék makaron. Jó étvágyat kívánok!